Az UNICEF által létrehozott gyermekjogi koalíció azt kéri Áder Jánostól, ne írja alá a parlament által tegnap elfogadott pedofil törvényt, amely gyermekjogi kérdéseket is felvet. Erről valamint, hogy a gyermekekre hogyan hatott a járvány időszaka, Mészáros Antóniától kérdezzük. Üdvözöllek egykori otthonodban. Köszönöm szépen, szervusz, jó itt veled. Meglepett engem egy kicsikét, hogy az UNICEF-nek, amely nem szokott politizálni, látszólag politikai véleménye van. Ugye a gyermekjogi koalíció, ami az UNICEF-hez köthető, szólal meg abban az ügyben, hogy Áder János ne írja alá és küldje alkotmánybíróság elé ezt a bizonyos pedofil törvényt. Mik a szempontjaitok? Mi valóban nem szoktunk politizálni, és szerintem most sem ezt tesszük. Itt egyszerűen arról volt szó, hogyha megnéztük ennek a törvénynek, helyesebben annak a módosításának a szövegét, mert magát az eredeti törvényjavaslatot egyébként épp a gyermekjogi koalíció tagjaival együtt számos vonatkozásban üdvözöltük, tehát tettünk néhány további kiegészítő javaslatot, mondjuk megelőzést, meg áldozatsegítést illetően. Mert kérték tőletek, hogy nézzétek meg és tegyetek javaslatot. Nem, de a gyermekjogi koalíciónak többek között által ez a dolga, tehát ez egy olyan ernyőszervezet, ami magában foglalja a legtöbb Magyarországon gyermekekért cselekvő civil szervezetet és számos egyéni szakértőt. Úgyhogy ezek a szakértők közösen nyilvánvalóan úgy érezték, hogy dolguk van már az eredeti törvényjavaslattal is. Üdvözölték a szigorításokat, üdvözölték a foglalkozástól való eltiltást, tettek néhány kiegészítő javaslatot, és aztán mindannyian nagyon meglepve láttuk ezt a váratlan fordulatot, amikor ugye a pedofil törvényből hirtelen egy homoszexualitással foglalkozó törvény lett. Hát vagy is. Vagy is, igen. Ugye az alapvető probléma a kettő összemosásával van, hiszen a szexuális irányultsággal több foglalkozó kérdéseknek nem lenne helye egy törvényben, a világ egyik legvisszataszítóbb bűncselekményével foglalkozó törvényével, ez már önmagában megbélyegzésre ad alkalmat. És úgy ítélték a szakembereink, hogy a törvény módosításai azok nagyon komoly aggályokat vetnek föl, mind alkotmányos, mind nemzetközi emberi jogi szempontból, ezért azt szeretnénk, hogy ezt az alkotmánybíróság vizsgálja felül, és a köztársasági elnöknek van módja elküldeni a törvényjavaslatokat. Ugye ti iskolai programokkal is foglalkoztok a pedagógusok edukációjával is foglalkoztok, meg azzal is, hogy egyáltalán az iskolában milyen állapotban, helyzetben vannak a gyerekek. Nem csak Magyarországon, ez a szervezetnek szerte a világban kérdése. Ebből a szempontból az iskolában megjelenő homoszexuális tartalmak, felvilágosítások, a témának a jelenléte az iskolában, ez előkerült korábban az UNICEF praxisában? Azt gondolom, hogy népszerűsítésre, ami ugye a törvény szóhasználata részben, és ugye a kormány oldalról ezt szokták kiemelni, mint amit szeretnének megakadályozni az iskolában történő népszerűsítést, vagy bármilyen felületen. Természetesen nem, hogy nincsen szükség erre, valójában senki nem is törekszik. Elfogadásra van szükség. És ez egy kétségtelen tény, nem csak kifejezetten Magyarországon, szerte a világon, de itt is számos nyomát látjuk ennek, hogy azok, akik együtt élnek ezzel a fajta mássággal, és már gyerekeknél, gyerekkorban előfordul ez, bizony a megbélyegzésnek, a kirekesztésnek, akár a zaklatásnak és az őket érő erőszaknak számtalan formájának ki vannak téve. Amire egyébként az ENSZ Emberi Jogi Gyerekjogi Bizottsága is felhívta a magyar kormány figyelmét a legutolsó javaslattétel alkalmával, hogy nagyobb lépéseket kellene a magyar államnak abba az irányba tennie, hogy a diszkriminációt, a kirekesztést csökkentse, hogy a társadalomban az elfogadás kultúráját növelje. Erre feltétlenül szükség van, az iskolában is szükség van, nem kifejezetten arra, hogy bárki LMBTQ propagandát fejtsen ki, de hogy a gyerekekkel beszélgessen arról például, hogy zaklatni, kiközösíteni, kirekeszteni, megbélyegezni egymást bármilyen másság következtében nem szabad, arra egyre nagyobb szükség van. Hát ez a törvény a kirekesztés elleni küzdelmet biztosan nem pozitívan támogatja meg. Van két téma, eredetileg ezért hívtunk. Igen, hiszen ezt a beszélgetést mi már hetekkel ezelőtt megbeszéltük. Azt nem tudhattuk, hogy közben az élet felülírja a fontossági sorrendet, de egyébként igazából nem is a két kis dínóról beszéljünk, mert a két kis dínó ma nagyjából célba ért, ugye? Bergyudittal beszélgettünk már itt erről a két kis dínóról, de akkor most nézzük meg, hogy mi történt velük azóta. Igen, a UNICEF Magyarország egyik legszerethetőbb
kezdeményezéséről van szó, amivel a támogatónk gyermekeit szerettük volna egy élményben részesíteni, úgy, hogy persze közben azért egy picit edukáljuk és egy picit érzékenyítjük is őket a világ iránt. Amiről konkrétan szó van, és nem mondom el nagyon részletesen, hiszen a Judit járt már itt nálatok, hogy a támogatónk, ha regisztrál erre a szolgáltatásra kvázi, akkor a nem szolgáltatás, hát ez egy ajándék, amit az UNICEF biztosít a támogató gyerekeinek, hogy névre szóló levelet kaphatnak a postán keresztül, ahol a két kicsi dinó, Berg Judit rendkívül szerethető figurái, akik már 6 kötetet is megéltek egyébként, minden hónapban a világ egy másik izgalmas, egzotikus országából küld nekik levelet, ez egy mese formájában fogalmazódik meg, élménybeszámoló arról az országról a két kis dinó hangján, és ebben a csomagban még van számos más izgalmas dolog, matricák, információs kártyák az adott országról, játékos feladatok, mindenféle apróság, térkép, mappa, útlevél, amik segítik azt, hogy ez az új tudás, ez a világról közben alkotott kép, ez egyre elmélyüljön, színesedjen, ez az egész családnak egy nagyon jó elfoglaltság. Hát meg levelet hoz a gyereknek a postát. És hát ilyet az én kisfiam is mindig azt mondja, hogy hát miért nem hoz nekem levelet, vagy ti szeritek itt ki a számlákat, hogy nekem mikor hoz levelet a postás? Ez itt van. Annyiban értünk révbe, hogy néhány héttel ezelőtt indítottuk ezt a kezdeményezést, és minket is meglepett, hogy már majdnem 1500-an csatlakoztak hozzánk, és 1500 csomagot vihetett ki a postás. Természetesen ezt mi nem hagyjuk abba, ez a következő években változatlanul elérhető lesz, és szeretnénk, ha minél többen felkeresnék az oldalunkat, és a gyermekeiket elindítanák ezen a világon. Elmondod, hogy hova kattintsanak a szülők, nagyszülők? Hát a www.unicef.hu oldalon rögtön szembeötlő lesz, de egyébként per két kis dínó a pontos webcím, azt is meg lehet találni. Akkor még egy fontos dolog, mert szerintem amellett, hogy ajándékot hoz a postás, és ezek a szülők, nagyszülők a tevőleges részesei, amellett van itt egy fontos szempont, hogy az, amit viszont befizetnek, az meg ajándék más gyerekeknek, akik meg komoly bajban vannak. Így van, tehát mert a támogatóink az UNICEF munkáját segítik, a világ legveszélyeztetettebb gyermekeinek a túlélését, és ők is kapnak cserébe valamit, ezt a fantasztikus utazást, amit a család együtt élhet el. Köszönöm szépen, a harmadik témára vissza kell, hogy hívjunk majd. Ó, az ugye a koronavírus járvány és a gyerekek és a velük foglalkozó szakemberek életének változásáról hát szóló kutatások. Nagyon szívesen végül is eleget ültem én ebben a stúdióban. Ugye? Mondtam, hogyha itthon vagy. Köszönöm szépen, hogy most is itt voltál velünk. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm a figyelmüket, holnap majd újra számítok rá. Most viszont jön Jakub Cseh Gabi műsora itt az ATV-ben. Szép estét kívánok önöknek, viszontlátásra.